utazásba jöttél el a Rákóczi Szövetséges vezető képzőre, ugye Budapestre? Most én tatabányáról érkeztem a Mikeskelemen iskolámból, és abból az indítatásból érkeztem, hogy megismerkedhetek felvidéki, erdélyi, de örömmel hallottam, hogy a Kárpát-medence szinte minden tájáról érkeztek ide a fiatalok, és velük szerettem volna megismerkedni, kapcsolatot felvenni, vagy kapcsolatot tartani, ugyanis én már voltam itt egy tavalyi képzésen, és épp ezért is szerettem volna mind tartani, mind pedig felvenni velük a kapcsolatot. Úgy érzem, hogy tradíciókká kell tenni a kapcsolattartás egymás között, hogy minél több kultúrát, hagyományt és minél több ismerettségünk legyen a világ minden egyes részéről, de mi magyarok tartsunk össze címszóval, minél több határon túl és határon belüli magyar is. Hát legyen a határon. Milyen indítatásból jöttél el a Rákóczi Szövetséges vezetőképzőre? Én abból az indítatásból jöttem ide, mert szeretnénk a mi iskolánkban is egy ilyen szövetséget alapítani, és hát eljöttünk megnézni, hogy milyen, és jól nekik érkezik, úgyhogy remélem, hogy sikerül összehoznunk. Milyen érzés itt ülni a Rubin Hotelben utolsó éjszaka előtti percekben? Utolsó éjszakát miért kellett hozzárakni? Egyébként lehetőleg jó. Te mit gondolsz? Ne, sajnos ez utolsó. Este és na. Egyébként jó. Nem tudom, egy vezetőképzőt egy hétig lehetne tartani. Hát igazság szerint ugye én egyszer már voltam. És azért jöttem újra, mert nagyon szeretem azt a társaságot. Szerettem volna új barátokat szerezni, és a régiekkel itt tudok igazából találkozni, mert olyan távol élnek, hogy más lehetőség nem igazán van rá. Erdélyből, pontosabban Székelyföldről érkeztünk, és én úgy gondolom, hogy a határon túli magyarságnak nagyon fontos, hogy tartsa a kapcsolatot a más elszakított részeken élő magyarokkal, valamint az anyaországon belül élő magyarokkal is, mivel hogy a nemzetiség tudata egy nagyon fontos minden magyar öntudatú ember számára, és ezek a találkozók is lehetőséget adnak arra, hogy jobban elmélyítsük kapcsolatainkat, és lehetőség van, hogy így a képzések által, hogy a magyarság tudatunkat is erősítsük.